Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Jala Jászmin Grace vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Szekszárdi szüreti napok véglegessé vált a program, nem lesznek belépők. Kevés, de jó minőségű bor lesz idén Szekszárdon, az eső még javíthat a lémennyiségem. Létesítési engedély, történelmi jelentőségű a dokumentum. Megemelkedett rezsiszámlák, a bátaszéki önkormányzat cégei több mint 60 millió forinttal fizetnek többet még idén. Minden nehézségnél erősebb volt az akarat, hogy ismét legyenek szüreti napok Szekszárdon, hangzott el a rendezvény sajtótájékoztatóján. A megváltozott gazdasági helyzet miatt több ponton módosítani kellett az eredeti koncepciót, mondta Berlinger Attila, a Babits Mihály Kulturális Központ igazgatója. Ennek ellenére jelentős összefogás mellett olyan volumenű rendezvénye lesz a városnak, amelyre utoljára 2019-ben volt példa. A szüreti napok megrendezésének most már semmiféle akadálya nincsen. Ezzel a gondolattal indította Gyurkovics János, szekszárdváros alpolgármestere azt a tájékoztatót, melyen az idei szekszárdi szüreti napok részleteiről számoltak be a szervezők. Egyöntetű véleményként hangzott el minden oldalról az, hogy minden szereplő részéről erős akarat volt arra, hogy az idén a hagyományoknak megfelelő méretű rendezvénnyel ünnepeljen a város, és ez sok esetben írta fölül az egyéni érdekeket. Berlinger Attila, a szervező Babits Mihály Kulturális Központ igazgatója azt mondta, jelentős kompromisszumokat kellett kötni szinte minden téren azért, hogy egyáltalán létrejöhessen az idei program. Az önkormányzati támogatás mellett jelentős a szüreti napok mögötti gazdasági szféra segítsége is a közel 70 millió forintos költségvetésű programon. Számos alkalommal sikerült olyan kompromisszumos megállapodás közülési döntéseket hozni, ami mind-mind azt szolgálta, hogy újra csak ismételni tudom magamat, azt a vágyat, azt a valamennyiünk közös elképzelését, hogy szükségünk van a szüreti napokra, szüksége van a városnak, hogy megmutassa a legszebb arcát, a hagyományait, a kiváló ízeit, a kiváló borokat. Az eddigiektől eltérően egy nagy színpadon futnak majd a jelentősebb koncertek, mely a múzeum előtt kapott helyet, míg a Béla Király tér a borkóstolásnak és az ételek elfogyasztásának lehet helye. Tulajdonképpen ott folytatjuk, ahol abba hagytuk 2019-ben. Akkor is 17 pavilonban állítottunk ki. Jelenleg is 17 pavilonban 35 kiállítónk van. A 35 kiállítónk közül 29 szekszárdi pincészet lesz, de találkozhatunk 4 tolnai borvidéki pincészettel is. 5 szekszárdi étterem biztosítja majd az ellátást az Ízek utcájába. Nehéz időszak, nehéz feladat. 2 hete volt egy egyeztetésünk. Megtalálni a megfelelő kínálatot, hogy minden rétegnek tudjunk olyan ételt biztosítani, amit meg is tud fizetni, olyan beszállítói árak mellett, amiket napról napra, tehát hogy heti esetekben napi árakat kapunk egy-egy termékre, nem lesz egy egyszerű helyzet, de bizakodóak vagyunk. A program kísérő rendezvényeként ismét sor kerül a Tolnamegyei Képzőművészeti Triennáléra is. Az, hogy megmutatkozzanak a népművészek, hogy milyen szinten végzik a munkájukat, az nagyon fontos. Egyrészt saját magukat tudják ezzel bemutatni, reklámozni, és fel tudják mutatni azokat a helyi értékeket, amelyekből kiindulva megújítják, és a mai kor számára használhatóvá teszik az elkészített tárgyakat. A tájékoztatón elhangzott, bár számos híresztelés látott napvilágot az elmúlt időben, ma már egyértelművé vált, nem kell belépődíjakat fizetni a szeptember 15-én induló 4 napos szekszárdi szüreti napok programjaira. Halálos munkahelyi baleset történt Dunaföldváron egy helyi bioetanol gyárban. Az üzem területén végzett építkezésen egy munkás zuhant bele egy 15 méter mély silóba. A férfiért mentőhelikopter érkezett a helyszínre, majd kórházba szállították, a sérülései viszont olyan súlyosak voltak, hogy nem sokkal később elhunyt. Az eset kapcsán felmerült a gyanú, hogy valaki vagy valakik megsérthették a munkavédelmi szabályokat,
Ezért következhetett be a tragédia. A rendőrség ezért nyomozást indított. A Dunaföldvári cég területén nem most történt először munkahelyi baleset. 2020. októberében 28-an kaptak ott gázmérgezést, miután egy 7 köbméteres hipós tartályba utántöltéskor nem megfelelő anyagot, salétromsavat öntöttek, és a két anyag reakciójaként klórgáz keletkezett. Kigyulladt egy étolajat szállító kamion péntek reggel az M9-es úton Tolna térségében. A vontatmányán több mint 23 tonna erősen éghető árut szállított 31 raklapon. A sofőrnek még volt annyi lélek jelenléte, hogy az utánfutót gyorsan lekösse a teherautóról, így az nem égett ki, és személyi sérülés sem történt. A tűzoltók nagy erőkkel 4 településről vonultak a helyszínre, hogy megfékezzék a lángokat. A szekszárdi, a bajai, a paksi hivatás tűzoltókon kívül a tolnai önkormányzati tűzoltók vonultak még a helyszínre. Összesen 5 tűzoltószerv volt érintett elsőben ebben a beavatkozásban. 4 habsugár segítségével szüntették meg a lánggal való égést, majd ezt követően az utómunkákat is sikeresen befejezték a tűzoltóegységek. Az aszály miatt kevesebb leve van a szőlőnek, így csökkenni fog idén az elkészült borok mennyisége. Erre számítanak a szekszárdi borászok. A meleg miatt azonban hamarabb elérte a gyümölcs a megfelelő cukorfokot, így előbb kezdhették a szüretet. A mostani esős időjárás még javíthat a kései érősű gyümölcsök fejlődésén. Zajlik a szüret. Kevesebb, de jó minőségű borok lesznek idén Szekszárdon. Legalábbis egyelőre ezt látják a borászok a 2 hete megkezdett betakarítás eredményei alapján. Fekete Mihály azt mondja, a növényeknek nagy stressz volt a nyári hőség és az aszály. Az a legnagyobb probléma, hogy ahol a nedvesség már kezdődik, ott már tápanyagoknak csak nagyon kis része van, úgyhogy ez biztos, hogy meg fog látszani a termésen is. Tehát nem olyan lesz az összetétele, a termés nem lesznek olyanok a tápanyag arányok benne, hogy hát ez minden évben más, amúgy is, de ez egy szélsőséges év az idei. Ez azt eredményezte, hogy korábban érett be a szőlő, és a szárasság miatt kisebb és aszottabb szemek jöttek létre, amiből kevesebb lét tudnak majd kinyerni. Bodri István úgy nyilatkozott, nem csak az aszály okozott nagy károkat, több ültetvényét elverte a májusi jégeső is. Kevesebb a termés, a minőség viszont jó, a lémennyiség az aszálynak köszönhetően tényleg kevés, tehát olyan fele 50-60%-os termésmennyiségre számítunk a jégverésnek és az aszálynak köszönhetően, de a minőség az véleményem szerint nagyon jó lesz. Bősz Adrián borász, a Szekszárdi Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnök elmondta, az elmúlt időszakban érkezett eső láthatóan javított a gyümölcsök állagán. Még a csapadék előtt akkor nagyjából olyan 30-35%-kal a beérkezett szüretekből mért adatok alapján 30-35%-kal volt kevesebb a lémennyiség, illetve a termésmennyiség. Ez most az eső után azért nagyjából ebbe a remélhetőleg a 10-20%-ra azért visszadúzzad. A borász hozzátette, ha esős, napsütéses marad az időjárás még 2-3 hétig, akkor lehet, hogy még ennyi légkieséssel sem kell majd számolni. Egyre nagyobb bajba kerül a szekszárdi sportközpont, mert a közgyűlés legutóbb sem fogadta el az önkormányzati cég tavalyi pénzügyi beszámolóját. Azt augusztus végéig kellett volna a vállalatnak közzétennie, de erre nem képes addig, amíg az önkormányzati képviselők többsége jóvá nem hagyja a dokumentumot. Szőke Gergő igazgató azt mondja, több 100 000 forintos bírságot kaphatnak emiatt, sőt, akár kényszertörlést is kezdeményezhet az adóhatóság velük szemben. Azt mondja, azért utasították el a közgyűlés tagjai a beszámolót, mert korábban jogszerűen kifizetett egy részszámlát az épülő uszoda kivitelezőjének. Mint Szőke Gergő fogalmazott, ha ezt nem tette volna meg, akkor a TAO támogatást is elveszítették volna. Hogyha ez folytatódik továbbra is, akkor nyilván, hogyha ez egy személyes ok, akkor én nem szeretném, mert eddig is úgy gondolom, hogy a szekszárdi sport és a szekszárdi sportolók érdekeit az volt nálam a legfontosabb, nem a személyes karrier vagy egyéb dolgok, úgyhogy ha ez így folytatódik, akkor, és hogyha személyem miatt történik ez, akkor hajlandó vagyok akár félre is állni.
A Paks 2 atomerőmű létesítési engedélyének megadása történelmi jelentőségű, továbbá egyértelműen alátámasztja, hogy a két új típusú blokk a legszigorúbb hazai és nemzetközi nukleáris biztonsági követelményeknek is megfelel. Ezt mondta Hárfás Zsolt. Az atomenergetikai szakértő úgy látja, az új atomerőmű biztonságosan megépíthető és legalább 60 éven keresztül üzemeltethető. Hárfás Zsolt szerint a két új paksi blokk megfizethető és klímabarát villamos energiát fog biztosítani, miközben jelentősen csökkenteni fogja Magyarország importfüggőségét. Folyamatosan dolgoznak a munkagépek a paksi atomerőmű 5-ös blokkjának területén, a szükséges engedély birtokában a Duna Aszfalt ZRT 2022. augusztus 26-án kezdte el a talajkiemelést, a munkálatok a felszíntől számított 5. méterig terjednek. A Paks 2 projekt a múlt héten kapta meg a létesítési engedélyt az Országos Atomenergia Hivataltól. A dokumentum történelmi jelentőségű, Hárfás Zsolt atomenergetikai szakértő szerint. Már a szakemberek is szerintem a paksi többsége is már hosszú évek óta várt ezt a létesítési engedélyt, mert ennek a megadása egyértelműen jelzi, hogy a két új orosz blokk az a legbiztonságosabban fog üzemelni, és ezáltal 60 éven keresztül tudja majd a klímabarát és megfizethető villamos energiát biztosítani nem csak az embereknek, hanem az iparnak is. Hárfás Zsolt szerint a Paks 2 projekt létesítési engedélyének kiadása a nemzetközi sajtót is érdekelte, a lapok és portálok egy része meglepetésként számolt be a hírről. Azt tapasztaltam, hogy nagyon sok külföldi lap vagy internetes portál meglepődött a döntésen, hiszen ugye azt is tudjuk, hogy most van egy ukrán-orosz konfliktus, tehát nagyon sokan nem hittek abban, hogy ez a létesítési engedély megszülethet, de szerencsére, vagy tényleg szerencsére az Országos Atomenergia Hivatal végezte a munkáját és kiadta az építési engedélyt, ami még egyszer mondom, egy történelmi jelentőségi döntés volt, hiszen ezáltal valójában felgyorsulhatnak a munkálatok. Hárfás Zsolt úgy látja, a Paks 2 ZRT a most megkapott létesítési engedélynek a birtokában kaphatja meg azokat a további engedélyeket, amelyek révén megindulhatnak a tényleges építési, gyártási, beszerzési és szerelési munkálatok. A projekt felgyorsult, a külgazdasági és külügyminiszter a létesítési engedély kiadása után 5 nappal újabb engedély megszerzését jelentette be a közösségi oldalán. Az 5-ös számú reaktorépület építési engedélye azért nagyon fontos, mert ez az épület, amely garantálni tudja, hogy a nukleáris energia termelés során a reaktor tartályból és a hozzá kapcsolódó eszközökből nem kerül környezetre káros anyag ki magába a környezetbe. Ez a reaktor épület tudja biztosítani azt, hogy külső természeti vagy emberi hatások, ne adj Isten támadások esetén sem kell radioaktív szennyezéstől tartani. Az 5-ös reaktorépület építési engedélyén kívül az Országos Atomenergia Hivatal kiadott még a nukleáris szigetre vonatkozó további 6 engedélyt is. A kormány 3 fő célt tűzött ki az egészségügyben, ezek közül a legfontosabb az egészségben eltöltött életévek számának növelése, közölte a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára csütörtökön. Takács Péter elmondta, hogy a trend jó, de tovább akarják közelíteni a magyar adatokat az Európai Uniós átlaghoz. A másik 2 cél az otthonhoz közeli ellátások megerősítése, valamint a járvány sújtotta háborús időszakra készülve az egészségügyi reagáló képesség megtartása és fejlesztése, sorolta az államtitkár. Hozzátette, arra kell készülni, hogy egyre elterjedtebbek lesznek a pandémiák. A világ egy nagy falu lett, járványügyi szempontból hangsúlyozta. Másrészt valósággá vált, ami korábban elképzelhetetlen volt, Európában, Magyarország szomszédságában háború dúl. Takács Péter kijelentette, hogy a magyar egészségügyi rendszer képes fogadni azokat az embereket, akiket Ukrajnában az infrastruktúra megsemmisülése miatt nem tudnak megfelelően ellátni. Több mint 60 millió forintos többletköltséget jelent a bátaszéki önkormányzat által fenntartott cégeknek az augusztus 1-én bevezetett energia áremelés. A képviselőtestület utolsó ülésén arról tárgyaltak a város vezetői, hogy hogyan tudnák finanszírozni ezt a jelentős kiadást úgy, hogy az a legtöbbeknek jó legyen.
A bátaszéki képviselőtestület megtartotta augusztusi rendes ülését, ahol olyan kardinális kérdésekről tárgyaltak, mint például a megemelkedett rezsiköltségek finanszírozása. Bozsolik Róbert, a település polgármestere elmondta, lemodellezték, hogy mit jelent az önkormányzat számára az augusztus 1-től megnövekedett gáz- és villamos energiaköltsége. Mennyi lesz ezáltal a többletkiadásuk? Előzetes számításaink alapján mintegy 60 millió forintot fog kitenni, sőt azt egy kicsit meg is fogja haladni várhatóan. Az a villamosenergia, illetve gázenergia többletköltség, ami abból adódik, hogy augusztus 1-től magasabb összegen kapják az önkormányzatok ezeket az energia lehetőségeket. A város vezetése úgy döntött, felszólítja az önkormányzati cégeket, hogy készítsenek egy módosított költségvetést 10 napon belül. Nézzék meg, hogy az év hátra levő részében milyen kiadásaik vannak, amiket át tudnának csoportosítani, és azt a megnövekedett rezsiszámlákra tudják fordítani. Ez ennek megfelelően érinti a Bátkom Kft-t, hiszen ő több sportlétesítményt működtet, az egyik legnagyobb energiafelhasználó például a tanúszoda, az ő intézmény működtetését is át kell majd vizsgálni, de érinti a városi óvodát, érinti a gondozási központot, de érinti magát az önkormányzatot, többek között a közvilágítással kapcsolatos kérdéseinket is majd végig kell gondolni. A polgármester hozzátette, az szinte biztos, hogy a jelentkező többletköltség egészét nem tudja majd biztosítani az önkormányzat, így további stratégiai döntésekre is szükség lesz az intézményhálózat működésén belül. Regionális híreink következnek. Több mint 2,5 milliárd forintot tettek zsebre, vádat emeltek Pécsvárad polgármestere ellen. Ügyességi és városismereti feladatokból idén sem volt hiány, elkezdődtek a gólyatáborok. Újra állatot mentettek a pécsi tűzoltók, cicát szabadítottak ki egy autóból. Vádat emelt Pécsvárad polgármestere és 14 társa ellen a Baranya megyei főügyészség. A vádirat szerint több mint 2,5 milliárd forintnyi uniós és hazai visszanemtérítendő támogatást tettek zsebre a vádlottak jogosulatlanul. A város vezető és felesége irányították a tevékenységet, csirkefarmok korszerűsítésével foglalkozó vállalkozásoknak ígértek segítséget, ám valótlanul fiktív dokumentumokat állítottak ki. A házaspárt akár 15 év szabadságvesztésre is ítélhetik. Ezeken a NAV által készített felvételeken baromfitartással, tojástermeléssel kapcsolatos üzem látható. A vezetők ellen emelt vádat a Baranya megyei főügyészség különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás büntette miatt. Az első és másodrendű vádlottak házastársak, rajtuk kívül pedig még további 13 személy ellen szól a vád, akik több mint 2,5 milliárd forintot tettek zsebre. A csirkefarmok tulajdonosai gazdasági társaságokkal, egyéni vállalkozásokkal kerültek üzleti kapcsolatba, melyek önerő hiány nem tudtak a kiírt uniós és hazai pályázatokon indulni. Ekkor a két vádlott felajánlotta a segítségét, amelynek során többek között például a nem létező önerőt különböző fiktív, valótlan banki átutalásokkal, kölcsönügyletekkel teremtették meg, ezáltal a pályázaton indulni tudtak ezek a cégek, illetőleg ezeket el is nyerték. A későbbiek során az elnyert pályázatnak az elszámolása alkalmával is különböző valótlan nyilatkozatokat, valótlan okiratokat nyújtottak be, itt többek között a technikai eszközöket is jelentős mértékben túlszámlázták, illetőleg olcsóbb eszközöket építettek be, mint ami a pályázati anyagban szerepelt. A vádirati tényállás szerint 12 gazdasági társaságnak, vállalkozásnak nyújtottak segítséget, melynek során a társaságok cégenként 14 és 665 millió forint közötti támogatási összeghez jutottak jogosulatlanul. A bűncselekmény elkövetését szervező két vádlottal, azaz a házastársakkal szemben hasonló bűncselekmények miatt büntető eljárás van folyamatban a bíróságon. Egyikük Pécsvárad polgármestere Zádori János. Megkérdeztük a helyieket, mi a véleményük az esetről, bár nem szívesen nyilatkoztak. Hallotta a pécsváradi polgármester ügyéről, hogy költségvetési csalással vádolják? Inkább hagyjuk. Inkább nem szeretnék mondani erről véleményt. Nem hallottam, de nem is izgat. Köszönöm szépen. Az első és másodrendű vádlottak akár 15 év börtönbüntetésre is számíthatnak.
Idén is rendkívül nagy sikert aratott a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem kaposvári kampuszának gólyatábora. Az első nap az ismerkedéssel és a beiratkozással telt, majd a felhőtlen szórakozáson volt a hangsúly. Az első éves hallgatók közül 160 fiatal vette birtokba Kaposvárt ezekben a napokban. A városismereti programok mellett ismerkedős és főként csapatépítő programokkal várták őket a szervezők. Nagyon szimpatikus társak, hallatlanul lelkesek, jó hangosak, szerintem belehallatszik. Nekem tetszik az, hogy látszik, hogy van csapat, hogy együttműködnek, hogy komolyan veszik, de van humor. Én azt mondom, hogy ez egy jó kis társaság lesz. Mint minden évben, így idén is vegyes csapatokban versengenek egymással a gólyák. Van egy művészeti intézetünk, egy neveléstudományi intézet, ők a pedagógusok, illetve a gyógypedesek, ezek mellett van az agrár, és találhatóak még a gazdaságtudományi karon is. Ott pedig még az agráron belül pedig még a gépészeket soroljuk oda, ami egy újabb szak, nálunk ez másodéves szak, most másodjára indult. Azt kell tudnunk, hogy a zöld színű pólóban, akik jelen vannak, ők az agrárhoz tartoznak, akik sárgában vannak, ők a neveléstudományi, tehát a pedagógus karhoz, akkor a kékek, ők a gazdaságtudományiak, és a művészetisek, ők pedig a lilák. A fiatalok arról is beszéltek stábunknak, hogy milyen élményekkel gazdagodtak eddig a tábor alatt, valamint hogy mit várnak az egyetemi évektől. Kettő szaktársammal már megismerkedtem, a többiek azok nem egy karon vannak velem, és nem is szakom, viszont megismerkedtünk, nagyon jobban lettünk, nagyon jó a közösség igazából, és én az egyetemi évektől is ilyen bulit várok, és szerintem nagyon jó lesz. Este pedig volt egy buli, amin kicsit így mindenki feloldódott, meg összekovácsolódtak a csapatok szerintem, meg nagyon sok ismerőst tudtunk szerezni. A mai napon pedig itt vagyunk én ugye Bőszénfán. Hát nagyon sok jó, meg érdekes program van szerintem. Most voltunk fogatot húzni például. A szórakozás ma este egy fergeteges bulival zárul, majd a jövő héttől már a tanulás veszi kezdetét, hiszen az egyetemen is elindul az oktatás. Minden élet számít, ezért vállalkoznak állatok mentésére is a tűzoltók, ha hívják őket, mondta a pécsi lánglovagok szóvivője. Legutóbb egy cicát kellett szorult helyzetéből kiszabadítaniuk, a kisállat egy autó motorterébe szorult be, a nyávogására lett figyelmes a tulajdonos. A cica ma már biztonságban van, egy tűzoltó családja vette magához. A mentés pillanatai a pécsi tűzoltóságon. Egy kis cicát szabadítottak ki egy autóból hétfőn. Csak fotókon tudjuk megmutatni ma már az akciót. A szóvivő azt mondja, házhoz jött a feladat. Hétfő kora délután érkezett ide egy személyautó, egy kismacska nyávogott a motortérben. A pécsi hivatásos tűzoltók mindent bevetettek, és hamarosan kiszabadították a kis fekete macskát, akinek az egyik kollégánk lett a befogadója. Ha nem találjuk meg az igazi gazdáját, akkor már szerető otthonban van. A tűzoltó, aki hazavitte, már tart otthon egy macskát a családjával. A gyerekek miatt vállalta be a talált cicát. A szóvivő azt mondja, gyakran hívják őket kisállatok megmentésére. Gyakoribb, hogy esetleg útba esett macskát kell menteni. Motortérben azért ritkán szoktunk kismacskákkal találkozni. 2 évvel ezelőtt volt hasonló eset, akkor is a pécsi hivatásos tűzoltók ugyanitt a laktanyában szabadítottak ki egy macskát a szorult helyzetéből. De előfordult, hogy nagyobb állatokat is mentettek már, lovat, tehenet, mondja Horváth Nikolett. Minden élet számít a tűzoltóknak, ezért fontos az állatok mentése is. Végül mutatjuk főbb Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Szekszárdi szüreti napok véglegessé vált a program, nem lesznek belépők. Kevés, de jó minőségű bor lesz idén Szekszárdon, az eső még javíthat a lé mennyiségem. Létesítési engedély, történelmi jelentőségű a dokumentum. Megemelkedett rezsiszámlák, a bátaszéki önkormányzat cégei több mint 60 millió forinttal fizetnek többet még idén. Szombaton szakadozott felhőtakaró mellett változó napsütésre van kilátás,
gyenge légmozgás valószínű. Estétől nyugat felől ismét vastagodó felhőzet húzódik fölénk, melyből éjjel elszórtan kisebb eső is eshet. Vasárnap délelőtt még felhős égbolt és elvétve csapadék ígérkezik, majd a déli óráktól már napsütéses idő alakul ki. A légmozgás gyenge marad. A jövő hét első felében nagyobb részt napos, melegedő időszakkör vonalazódik. Visszatérhetnek a nyárias délutáni hőmérsékletek. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!